Hölgyeim és uraim, kedves kamerák, kedves kollégák a kamerák előtt, illetve a videó felvételek előtt. Ez a Paletta előadás sorozatnak a 2020. június 13-ai felvétele. Mai vendégünk Pétervári Kinga, és át is adom a szót, aki nem emlékezne, vagy nem lett volna még Paletta előadáson, ilyenkor arra van kérve egy magyar tudós, hogy a rendelkezésre álló fél napban tulajdonképpen a saját legfontosabbnak tartott kutatási területéről, vagy legfontosabb mondani valójáról 3-4 órában beszéljen. Annak függvényében nyilván, hogy mennyire vár reakciókat, annak függvényében hát interaktív módon, de teljes mértékben ez a mindenkori felkért személyre van bízva, aki is, mint mondtam, ez alkalommal Pétervári Kinga, parancsolj. Köszönöm szépen a szót, és hát én egy terültéssel kezdeném, hogyha n nagyobb, mint 2, akkor a az n-ediken, p az n-ediken, került h az n-ediken, ugye azt tudjuk már, hogy arra egész számra ez nem igazolható, nem megoldható. És ez ugye, ez a Fermat sejtés volt, amit ha minden igaz, akkor 1977 egy Harvard professzor 200 oldalas munkájában. Jó napot! Hallasz, András? Hallak, hallak, szuper! Jó. Éppen a Fermat sejtésnél tartunk, úgyhogy... Na, tehát ugye ez 97-ben állítólag egy Andrew Weiss nevű harvardi professzor bebizonyította. Azon matematikai társadalom két világra szakadt, az egyik azt mondta, hogy rendben van, a másik pedig azt mondta, hogy nincs rendben. És ez egy 98-ban egy másik harvard professzor, Scott Brewer, írt egy immáron csak 150 oldalas cikket arról, hogy szerinte, hogyha ezt a 12 laikus embernek hozzánk toktálisan, hozzánk emlékt embernek odaadják a kérdést, és egy íróra bíz, akkor nagy valószínűséggel ezt a kérdést meg tudják oldani, hogy kinek van igaza. Itt tulajdonképpen nem arról szeretnék beszélni, hogy a jogászok semmiért sem értenek, amelyben döntenek, viszont nagy határozottsággal és utolsó szó jogán, hanem inkább arról szeretnék beszélni, hogy a kérdés mindig oda fog redukálódni, az lesz a végső kérdés, hogy kinek van lehetősége, hatalma, módja végső döntéseket meghozni. Mi lenne a zájn, és mi a zájn, és mi lenne az ollen, tehát hogy ezért tulajdonképpen a címet is egy kicsit újra fogalmaznám, vagy mondjuk inkább kicsit cizellálnám, mert ugye az eredeti cím úgy hangzik, hogy igen blikkhangosra sikerült, hogy a szuverenitás kontra joguralom, és ahogy Szilágyi Misi mondta múltkor, hogy ez nagy lehetősége van annak, hogy ez egy short history of nearly everything. Tehát, hogy ez egyáltalán nem, tehát a szuverenitásról egyáltalán nem fogok olyan szinten beszélni a szuverenitás, mint általában, hanem inkább csak, ahogy egy jogeset kapcsán, méghozzá egy német szövetség, mint alkotmánybíróság jogeset kapcsán, az Európai, mivel ez az Európai Unió érintő ítélet, az Európai Unió belüli tagállami szuverenitás, illetve a bíróságok egymáshoz való viszonya,
És mint ilyen, tehát a szuverenitás és inkább a federalizmus és szuverenitás kérdéséről, ha létezik az Európai Unióban, vagy egyáltalán jövőképileg a federalizmus. És a másik oldal pedig a kontrajoguralom, tehát hogy hogyan nézett ki. Előző paletta kurzusokban sokat beszéltünk a joguralomról, a jogi gondolkodás lényege, és arra konkluzáltunk, hogy a jogi gondolkodás, mint ugye minden szakmának a maga a gondolkodási módszerei, tehát nem kivétel a jogász, hogy a jogi gondolkodás lényege azonban az, hogy tehát hogy a szabály követésekor egy jogász arra van trenírozva, hogy egy döntésben a szabály alkalmazását azt tehát, hogy rossz döntés fog születni, de azért, mert a többi 99,5%-ügyben amúgy ez a szabály működik. Akkor használjuk ezt az esetet, hogy ugye például mindjárt kimondom, a sebességkorlátozás. Tehát az, hogy mit jelent a sebességkorlátozás, hogy hol húzzuk meg a sebességnek a határát, az ugye ez nem egy jogi kérdés, az inkább technikai egészségügyi kérdés. De ha ott meghúzzuk, ahol meghúzzuk, akkor annak az oka, hogy van egy határozott, kimondott dolog, hogy nem kell mindig bizonyítani, hogy adott esetben a körülményeknek, a időjárásnak, az útviszonyoknak megfelelően vezetette vagy sem, mert akkor nagyon sok szörnyű esetben fogunk találkozni, teletömi a bírói döntéshozat. Ugyanakkor valóban lesz az a probléma, hogyha vasárnap hajnalban valaki az autópályán akár 260-nak is döngethet, mert nagy valószínűséggel, pláne ha tiszta idő van, akkor annak nincsen semmi akadálya, senkit nem fog nagy valószínűséggel ott elütni. Mégis, ha arra megy a rendőr, biztos meg fogja büntetni, noha, ugye azt tudjuk, hogy ennek a szabálynak az a cél, hogy másokat védjünk, ott látnivalóan nincs kit védeni, tehát mégis mindenki el fogja fogadni, hogy a büntetés jogosult. Na, tehát hogy ez a jogi gondolkodás része, és ez a joguralomban beszélhetünk, nyilvánvalóan mindig csak jogi szituációban beszélünk. De hogyha a szuverenitással vagy a föderalizmussal szemben állítjuk a joguralom kérdését, az akkor inkább lesz egy inkább alkotmányossági problémává válik. Alkotmányosság alakítható, hogy mondjuk a politikai folyamatokat szelidítenő, egy demokratikus, nevezzük, hogy megint egy demokratikus, alkotmányos államokban a politikai folyamatokat, tehát a többség uralmának esetleg a negatív következményét, nevezzük csalogságnak, a korlátait meghatározza ez az alkotmányosság, ezt nevezi itt jogurati kérdésnek. Jó, tehát, és ez itt megint a bírói jogértelmezés tükrébe, tehát ez itt magyarán ez a végén egy long history of nothing lesz, de remélem azért ezt elkerüljük, de hogy valóban ezt a címet inkább leszűkíteném arra, hogy a bírói jogértelmezés tükrébe, hogy hogyan, kinek van joga egy ilyen még nem felelően is, de kicsit ilyen államokon átívelő EU-s szerkezeten belül a végső döntéseket kimondani. Ha kell végső döntéseket kimondani. Ha elfogadhatjuk ezt az álláspontot is, hogy a jog is fejlődik, nincsen végső szó. Tehát, de ezt azért, ez megint egy különleges kérdés. Mielőtt még az esetet elkezdenénk boncolgatni, még szeretnék egy zárójeles megjegyzést tenni, és pedig azt, hogy hova szeretnék jutni, és én mit szeretnék.
szeretnék az előadással bizonyítani. Az egyik az, hogy noha ez egy, a Német Szövetségi Alkotmánybíróságnak az ítélete, amelyben nem fogadta el az Európai Uniónak a bíróságnak az ítéletét, és azt mondta, hogy nem volt kellően megalapozott az ítélet, ezért ő, az Alkotmánybíróság úgy dönt, hogy a német állami szervek nem jogosultak, ha 3 hónapon belül az EU-s szervek, akiket megjelöltek az Európai Központi Bank, a Bizottság és az Európai Unió bírósága nem hoznak elő bizonyítékot arra, hogy bizony ezek a döntések megalapozottak voltak, nem engedi, tehát alkotmányellenesnek fogja nyilvánítani azokat a jogszabályokat, amelyek ezeknek a döntéseknek a végrehajtását az Unióba engedik. Ez elég kva, 3 ukász. Erre sok válasz van. Én azt gondolom, hogy durva olyan tekintem, hogy az első ilyen döntés. Nagyon régóta zajlik ez a diskurzus, és adokok, és mindent tetszik. Ahogy tulajdonképpen én a bíróságok szerkezetét, ha már az Európai Unióban, de az Európai Tanács tagállamaiban is, inkább egy ilyen mátrixhoz hasonlítanám, tehát hogy a bíróságok nem hierarchikusan szerveződnek, hanem egy ilyen mátrix szerint is egymás döntései figyelembe véve, illetve arra reagálva alakítanak ki álláspontokat. Itt azért ez egy elég mindazonáltal egy határozott álláspont volt, egy tagállami reflesen bíróság részéről, amire mindenképpen valahogy reagálni kell. Sokan támadják ezt a kitéletet, mondván, hogy éppen most, amikor az emlőnök is a problémáért van az, hogy vannak említés tagállamok, amelyek állandóan uralkodhatják a politikailag úgy tett ki elfogadott álláspontokat, és tehát ez kell mondja, ez a kritika, ez nem volt most. De hát ezzel nem lehet mit kezdeni, mert a hatalom használat és a hatalommal való visszaélés az tudjuk, nem ugyanez a dolog, azért, mert valaki rendesen használja és alkalmazza a hatáskörét, az egy másik kérdés, mint az, hogy annak a hatáskörnek a használata az abúzus, tehát hogy visszaélés-e, vagy pedig egyszerűen csak rossz időben jött a kérdés, ő egyébként máskor is így gondolt, hogy nem politizál. Tehát amit a tisztem az egyik, amit bizonyítani szeretnék, hogy nincs itt a világtér. Jelen pillanatban én azt mondom, hogy ez maga egy hosszú folyamat, mert egy 20-15-ös alkotmányos panasz a Német Szövetségi Alkotmánybíróság előtt, és ahhoz képest megjárta ez közben az Európai Uniós Bíróságot, és visszakerült az Alkotmánybírósághoz. Tehát ahhoz képest ez nem egy hosszú ítélkezési idő. De hogy ez még itt vége, én azt gondolom, hogy itt nem pont van, hanem csak pont. Most kezdődik, tehát egy drámában mindenki a helyére kerültek a szereplők, és most fog kezdődni a dráma, a kibontakozás. És a másik tézis, ami ezzel szorosan összekapcsolódik, és talán fontosabb is, hogy azt bizonyítja ez a ítélet, hogy a politikai vitákat nem lehet megsporolni. Tehát a politikai vitákat le kell folytatni, hogy mikor van végig a politikai vitának, és mikor mondjuk a jogi procedúra, és hogy a jogi procedúrából pedig mikor válik a politikai vita, ez persze megint egy jó kérdés. A politikai vitát, hogyha előtte nem sikerült kellően megoldani, akkor a jogi kérdés, hogy megint a politikai kérdés lesz. És hát ennek szerintem most a tanulni, úgyhogy ezek a bevezető megjegyzéseim, és most rátérnék arra, hogy mi az a tétel, vagy mi az a eset, amiről itt szó van.
Csak hogy megpróbálom megosztani a képernyőt. Üzenem már, ugye? Igen, jobb oldalt len, present. Igen, és akkor ezt próbálnám megosztani. Sikerült? Most mutatja, hogy prezentálsz, igen. Jó. És megjelent a Head Notes felirat, igen. Tehát ez a Német Szövetségi Alkotmány Bíróságnak angol változata annak az ítéletének, amiről most szó van, ez a úgynevezett Weiss ítélet, és pedig azért, mert itt több alkotmányos panasz van össze kapcsolva. Itt most látszik az 1-2-3, az 1-es az Dr. Weiss, Heinrich Weiss tulajdonképpen. Aki az egyik alkotmányos panasztevő, és Heinrich Weissról annyit érdemes tudni, hogy ő egy alapvetően az egész sztori egy arról szól, hogy van egy joga a Bundesregierungnak, vagy a Német Szövetség kormány, a Bundesbanknak és a Bundestagnak, tehát a Németország kormánynak, a banknak és a parlamentnek, tehát az alsó háznak arra joga, hogy most profánul mondjam, hogy pénzt adjanak olyan tagállamoknak, költségvetésen keresztül, amelyek az euró válság idején krízisbe kerültek. Ez ugye a 2009-es pénzügyi válság után van szó. Majd kitérek ezekre a háttér információkra, de röviden ez lenne a kérdés, tehát hogy kvázi ez, ami általában egy államban, és főként a német szövetségi államban ez létezik, ez úgynevezett a szolidaritás a lenderek közt, hogy ez létezik-e az EU-ban. És hogyha vannak olyan tagállamok az eurozónában beszélünk, vannak olyan tagállamok az eurozónában, amelyek szigorú költségvetési fegyelmet tartanak, és vannak olyan tagállamok, amelyeket nem teszik, vagy kevésbé szigorú költségvetést tartanak, ezért válságba kerül a államadósság, illetve a költségvetési hiány elszáll, és hogy ebben az esetben az euró védelme érdekében lehet-e a többi tagállamnak, eurózóna belüli tagállamnak segítséget nyújtani, tehát az euró támogatása érdekében. Egyébként ez itt konkrétan aztán az olaszok ügyében volt, de őszintén szólva ez nem csak az olaszokra vonatkozik, hanem a török válságkezelésre, a portugál, az ír. És hát ugye az is biztos, hogy ebben az időszakban az eurozónán kívüli tagállamoknak is nagy válság fog menni keresztül, tehát ide sorolható Románia, Magyarország is. Jó, de a Weiss ügy, Heinrich Weiss CDU tag volt, aztán elkezd kacérkodni az AfD-vel, és ha jól tudom, be is lép. Egyébként egy üzletember, amit a szociológiai hátteréről a Beatránnak, egyébként egy igen befolyásos üzletember, és valamilyen magasabb üzleti tanácsnak, amely Kínában folytat különböző befektetéseket, valamilyen vezető tisztviselője, vagy felügyelőbizottsági tagja, tehát nem akár. És sőt, az oroszoknak van neki kitüntetése is.
A másik panaszos, aki egyébként több más panaszt is benyújtott, az Peter Gauweiler. Peter Gauweiler szintén, ő CSU tag volt, és ő már az alkotmányos szerződés, de egyébként a parlamentben is képviselő, tehát a Bundestagban képviselő, de már 2004-ben az alkotmányos szerződés nem szavazta meg, ami, ha emlékeztet még a Giscard-Estaingnak a vezetésével, küldték ki azt a bizottságot, hogy létrehozza az Európai Unió egyik újabb alapszerződését, amelyet végül is aztán a franciát is leszavaztak meg, a dánot, és aztán nem lett belőle semmi. De a német parlament megszavazta. Gauweiler nem, és ő minden lépésnél próbálta akadályozni, és folyton alkotmánybírósági beadványokkal próbálkozott. És úgyhogy van egyébként a Vice, emellett a Vice ítélet mellett egy Gauweiler ítélet is az alkotmánybíróság, és az Unióban is. A harmadik panaszos, aki kiemelt, itt Lucke, Ben Lucke, aki pedig az AFD-nek egyenesen az alapító tagja, egyébként közgazdász, nagy valószínűséggel ért is a monetáris politikai kérdésekhez, amiről itt szó lesz. És igazándiból az az érdekes, hogy ezek közül a tagoknak mindegyik volt AFD tag, vagy valami közeli támogató, egyikük sem az minden. És azt is tudni, tehát, hogy mindegyik politika, tehát Gauweiler effektíve politikus, ként ugye képviselő, és Lucke is. Úgy tudom, hogy ő is képviselő. Jó, nézzük akkor, hogy mi a kérdés ebben az alkotmányos panaszban. Mutatnám magát az ügyet, nem ezt akartam, itt. Talán még annyit szeretnék hozzátenni, hogy igen, tehát ahhoz, hogy alkotmány, tehát ahhoz, hogy egy ügy elkerüljön az Európai Uniós Bírósághoz, ahhoz eredendően azt kell, hogy egy tagállambeli bíróság előtt olyan vita keletkezzen, amelyben EU-s jogot kellene alkalmazni. EU-s jogi aktust kellene alkalmazni, és ezt nem világos a bíróság számára, hogy hogy kellene adott ügyben értelmezni. Ekkor, hogyha ez egy alsóbbfokú bíróság, akkor neki lehetősége joga van az Európai Unió bíróságához fordulni, tehát eljutni Luxemburgba, és föltenni kérdést, ezt úgy hívjuk, hogy előzetes döntéshozatali eljárás, és akkor bizonyos döntéseket föl kell tenni, mint majd itt kérdéseket kell a bíróságnak intézni, amiben a bíróság válaszol. Ezekben a kérdésekben a tényállást valamilyen szinten meg kell jelölni, hogy a luxemburgi bíróság kontextusba tudja helyezni. De tudni kell ezekről, hogy a bíróság tehát nem az ügyet dönti el, hanem az Európai Uniós jogot fogja értelmezni, amelyet aztán visszaad a tagállami bíróságnak, aki ugye a végén annak fényében eldönti az adott vitát. Ha ez egy felsőbb bíróságról van szó, ahonnan már nincsen tovább jogorvosabb fórum, akkor ilyen esetben köteles a bíróságnak az EU-hoz fordulni. Ennek ugye egyik oka, amiről múltkor beszéltünk a palettakúzusokban, hogy az Európai Uniós Bíróság magát jelölte meg a szerződések alapján, hogy ő egy kizárólagos mindenkire kérdezővel értelmezőkű hatáskörrel rendelkező fórum. Ugye ennek a célja, hogy egységes legyen a jogalkalmazás, és hát ebből kifolyólag a jogbiztonság uralkodó az EU-ban. Tehát, hogy itt tulajdonképpen azért az, hogy az alkotmánybíróság, tehát a Szövetségi Alkotmánybíróság fordult az EU-s bírósághoz, azért ez alapvetően ritka, valószínűleg több lesz, de azért ez ritka.
Most, hogy mik voltak a kérdések, itt látható. Azért mutatom, mert kis és komplex és kérdések, és a monetáris uniót érintő kérdések. Csak néhány kérdésre rámutatnék, és utána belemennék abba, hogy pontosan mi is ez a monetáris unió, pontosan milyennek a kérdéseknek a háttere, és akkor visszatérnénk, hogy hogyan döntött és hogyan lehet ebben gondolkodni. Jó, tehát itt tehát a Weiss ügynél tartunk, amit a Német Alkotmánybíróság küldött az Európai Unióba. Ez a Német Alkotmánybíróság kérdése az adott ügyben, amely arról szól gyakorlatilag, hogy a német szövetségi intézmények, mint a bank, a parlament és a kormány milyen szinten vehet részt a másik tagállam költségvetési hiányának a kimentésében. Tehát ilyen kérdések lehet, hogy ellentétes-e az EUMS, tehát ez az Európai Uniós működéséről a szerződés 124 cikkhez, megnézzük, hogy pontosan mi. Ha a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlása irányuló program keretében, ez a PSPP, ez a Public Service Purchase Program, tehát ez egy ilyen állampapír felvásárló program, amit az Európai Központi Bank indított, hogy olyan módon közik a vásárlások részleteit, amely a piacokon megalapozza az arra vonatkozó gyakorlati bizonyosságot, hogy az eurórendszer megvásárolja a tagállamok által kibocsátott kötvények egy részt. Ugye ez azért fontos tudnunk, mert hogyha ez egy tagállami adós papírt vásárolunk, akkor azt jelenti, hogy a tagállam, aki eleve nem felelnek a szigorú költségvetési szabályoknak, még kevésbé fog megfelelni a szigorított költségvetési szabályoknak, mert tudja, hogy majd ők kimentik. Kettő, utólag sem hozzák nyilvánosságra a hitel, viszont utasítő jövőpapír elsődleges piacról kibocsátása, másodfőbb megvásárlása között minimális időszak tiszteletben tartása nyilatkozó részleteket, és e tekintetben ezért nincs lehetőség bírósági felülvizsgálatra. Tehát, hogy egész egyszerűen kvázi azzal jön elő, hogy titkos, hogy titkosak ezek hogy mikor mit, hogyan vásárol az Európai Központi Bank, erről nem lehet előre tudni. Hogy baja az, hogy az egyik megvásárolt kötvényt sem adják el újra, hanem azokat a lejáratig tartják, és ezáltal kivonják a piacot. Ugye megint ez nem egy piaci hozzáállás. És hogyha nem piaci hozzáállás, akkor milyen alapon főként egy másik tagállam. Hogy az eurórendszer lejáratig számított a negatív hozamú nominális forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat vásárol. Tehát megint az, hogy egy olyan hitelezési folyamatot indít el, ami nem biztos, hogy a monetáris politikának része lehet. Tehát folytatnak, de öt kérdést tett föl, igen szigorú kérdések, és igen technikailag, ezek csak a példákon nem mondanék többet. Az első négy kérdésre kapott is felvetődik a címűs bíróságtól az alkotmánybíróság, az ötödiket azonban elfogadhatóknak tekintette, hogy ellentétes-e az első kérdésben említett határozatban a központi kormányzatot és velük egyaránt a kibocsátott kötvényeinél felmerülő veszteséget tekintetében az eurórendszer vagy nemzeti központi bankok között alkalmasint alkalmazott korlátlan kockázatmegosztás, maga a kockázat megosztás, az belefér az EU szerződésbe, valamint ha ez a nemzetközi központi bankok költségvetési forrásokból történő feltőkésítését teheti szükségessé. Tehát itt gyakorlatilag azt kérdezi, hogyha ezek az intézkedések, amelyeket ő eleve megkritizál, ha ezeknek mégis elfogadja a alkotmányos, vagy EU-s jogrendet összeegyeztetőnek fogadja a bíróság, akkor ha ezek nem sikerülnek, tehát mégiscsak probléma marad a tagállamok költségvetésével, akkor ebből következik-e az, hogy azok a tagállamok, akik ezt a támogatást nyújtják,
vagy kimentik a másik tanárok, hogy el kell-e osztaniuk majd ezt a veszteséget egymáshoz. Oké? Tehát, hogy tulajdonképpen ezt az utolsó kérdést végül nem tekintettel elfogadhatónak, arról majd szó lesz, hogy miért. Alapvetően most annyit mondanék, hogy azért, mert hipotetikus. És hipotetikus, és a hipotetikus kérdéseket alapesetben nem jó bíróságról bízni, mert mint említettem, a politikai folyamatokat, a politikai kérdéseket jövőre nézve bíróság által eldönteni, ez nem igazán pozitív. Igen. Tehát, akkor tulajdonképpen egy kicsit azért szeretnék arra kitérni, hogy pontosan mi is ennek a háttere, hogy mit jelent az Európai Monetáris Unió, mert ebben a kérdés, ebben a nagyon precíz és technikai kérdésekből azért az fontos tudni, hogy a lényeg az, hogy az Európai Monetáris Unió, amelyet 1992-ben vezette hosszú tervezés után, a 70-es évekből termelt dokumentumok már ezt tartalmazzák, mint cél. Tehát, hogy hosszú tervezgetés után mégis 92-ben került el az Európai Uniós szerződésbe, Maastrichtban, tehát a Maastricht szerződésbe, és ott is csak tulajdonképpen egy ilyen útirendet állítanak föl, hogy hogyan fogják majd a egyre szorosabb monetáris uniót létrehozni tagállamok, és amelyek ugye tudjuk, hogy a közös pénz az csak 2000-ben kerül bevezetésre, és azt is a 28, ugye most 28, már 27 tagállam közül 18 vezeti be végül is, hát jelenleg, ha jól tudom, 18 tagállamban van, tehát mondjuk a kétharmad eurozónában tartozik. És tehát, hogy ez a monetáris unió, tehát mit is jelent ez a monetáris unió? Alapvetően a jelenlegi eurózónában, tehát a monetáris unió két részre osztjuk. Ma vannak az eurózóna tagállamok, és vannak a nem eurózóna tagállamok, de a nem eurózóna tagállamok is részei a monetáris uniónak. Csak egy csomó kérdésben, például a közös pénzben, a közös európai bank hatáskörében rájuk egy csomó kérdés nem hatályos. És a monetáris uniónak tehát azt szeretném bemutatni, tulajdonképpen mit is jelent pontosan. Az, amely nem csak az európai eurozónára vonatkozik, a következőképpen néz ki, a monetáris uniónak négy pillére van, az egyik ez ami az egyik legfontosabb, a szabadságok egyike az Európai Unióban, ez a tőke szabad áramlása. A tőke szabad áramlása mindig is az egyik legfontosabb kérdés volt. Még akkor is, hogyha még mindig fódozgatják, alapvetően ezek mindig elismert szabadságból. A másik pillére az a közös pénz, tehát az euró bevezetése, a közös pénz, és ennek kapcsán pedig az Európai Központi Banknak hatáskör felállítása, és az ő hatáskörébe utalása annak, hogy ő kapja meg a pénzkibocsátási monopóliumot, és ő kapja meg azt a hatáskört is, hogy a rövidtávú kamatlábakat meghatározhassa. Ez azért fontos, ez a monetáris politikának az alapja, azért fontos, hogy magyarán az eurozónában az Európai Központi Banknak van joga arra, hogy ezeket az intézkedéseket megtegye, hogy gyakorlatilag, hogy mennyi pénz van a gazdaságban, mi a pénz ára, és hogyan finanszírozódnak a többi bankok, tehát a kereskedelmi bankok, és hogy egyáltalán tulajdonképpen ezzel az árstabilitást biztosítják. A harmadik pillére az
európai monetárcsúnak, ez a tagállami gazdaság politikáknak az összehangolás. Ugyanis ez egyik legfontosabb, hogy a gazdaságpolitikák az csak összehangolt terület, tehát az nem az európai unió hatásköre, addig a monetáris politika, amit látjuk, az kizárólag az európai uniós hatásköré válik, az európai kifejezetten ráadásul az eurozónában. Az, hogy ezt a gazdaságpolitikát tulajdonképpen megfelelő intézkedésekhez, arra nincsen hatáskör az EU-nak, viszont ezért az EU ahhoz, hogy mégiscsak a monetáris politikát hatékonyan lehessen végrehajtani, kell egy bizonyos adminisztratív eszköz, és ez pedig a tagállamok költségvetésének, a túlköltekezésének a ellenőrzése, tehát ez a költségvetési deficit eljárás, amely azonban ekkor még a 92-ben még sokkal enyhébb változatban szerepel a... Hát illetve nem. Ugyanazokban a feltételek benne vannak már a Maastrichti szerződésben is, és akkor már ezt kibontani később a válság kapcsán a tagállamok. Ez a költségvetési túlköltekezésnek az ellenőrzése, ez a bizottság feladata lesz, és ugye a 92-ben a Maastrichti szerződés alapján, és azt kell nézni, hogy az államadósság, az a tagállamokban államadósság, az nem haladhatja meg a GDP-nek a 60%-át, a költségvetési hiány pedig nem haladhatja meg a GDP 3%-át. És tulajdonképpen ez a négy láb, tehát a tőkeszabad áramlás, a közös pénz és a monopólium ezzel a központi banknak, a tagállam költségvetési hiány ellenőrzés és a gazdaságpolitika összehangolása. És innentől kezdve kezdődik az a probléma, hogy a gazdaságpolitika és a monetáris politika, tehát a fiskális politika és a monetáris politika tulajdonképpen hogy tud elválni egymástól. Azaz, a kérdés az, hogy el lehet-e adminisztratíve ezt két mozgalmatot választani egymástól, hiszen az egyikben van hatáskör, az EU-nak a másik is hatáskör. Ez már 97-ben kiderül, hogy ez egy nehéz kérdés. Kiderül, hogy a tagállamok költségvetési költekezésnek ellenőrzése nem elég hatékony, ezért egy új szerződést hoznak létre a tagállamok, ez az úgynevezett stabilitási és növekedési paktum. Azért fontos és érdekes, hogy nem az Európai Unió jog ez, hanem egy nemzetközi szerződés, tehát itt a tagállamok egymással, mint politikai intézmények tesznek megint szerződést, ezáltal kilépnek az EU-s szabályokon kívülre, és ez azért érdekes, mert ebből kifolyólag itt nem mostanában ezt az Európai Uniós bíróságnak hatása. Ahhoz, hogy itt bíróságnak hatása legyen, vagy valahogy össze kell kapcsolni a szerződést az EU-s szerződésekkel, vagy pedig ki fog mondani ebben a szerződésben, hogy a bíróságnak erre van hatás. Hát ez tulajdonképpen spoiler alert, van hatásköre, viszont innen datálható ez a konvergencia program, amit minden tagállamnak kötelezően ilyen három éves középtávú lejárattal be kell nyújtani az, hogy képzeli el a költségvetésének az egyensúlyban tartását egy hosszabb időszakon keresztül. Nos, így nézett ki a monetáris unió mindaddig, amíg el nem jutottunk a válsághoz. A 2008-2009-es nagy világ pénzügyi válsághoz, a pénzügyi világválsághoz, amikor is került, hogy amit egy is tudtunk, hogy néhány tagállam kevésbé jutott a fontosnak. Szigorú költségvetés tartják rá, másnak viszont így. Az sem titok, hogy ez a államok, melyek tartják a szigorú költségvetést, ezek általában az északi tagállamok,
és inkább a déliek a nőjék. Nyilván látnivaló ez egy kulturális különbség is, hogy milyen, mit gondolunk az állam feladatának, vagy hogy akár az is, hogy a kormányok milyen szinten politizálnak. Mondhatjuk azt is, hogy lehet, hogy a költségvetési szigorúság elengedése az, az mint a politikai választási projektben, ez, ez, ez egyik tagállamban pontos, másikban kevésbé. Nem sok egyéb ott lehet, ugye nyilvánvalóan. A Franciaország sem tartozik ilyen értelemben az északi államokhoz, ott is elég kemény problémáik vannak a költségvetési szigorra. De a déli államok mindenképpen ide tartoznak, és akkor még az eurozónán kívüli tagállamokat is lehetne sorolni. De ezt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül mind az államadósság, ugye az a kritérium, hogy az államadósság a GDP 60%-át nem haladhatja meg. Ez meg ugye a skandináv tagállamokban ez ilyen 30-40% körül mozog, addig ez a déli államoknál normál esetben 80%, 70-80% körül mozog. A válság idején pedig törülik 100% fölé, tehát Olaszországban 120-130%, Görögország 120%, tehát meglehetősen elszállt. Erre mondják azt, hogy ez a katolikus protestáns osztóvonal Európának, ugye? Igen. Tehát, hogy igen, tehát, hogy ugye ezzel szokták azt magyarázni, hogy olyan egyébként fejlett ország, mint Franciaország, miért tartozik mégis ehhez a túlköltekező világhoz? Igen. Egyébként ez hihetetlen, hogy mennyire működik ebben a tekintetben. Eléggé jól, igen. Sőt, mint több, ez tulajdonképpen a Kelet-Európára is igaz, mert még Csehország és Szlovákia szintén egy relatív jó költségvetési fedezettel bír. Addig például ugye Magyarország, Románia, nem, Bulgária. Tehát amikor elérkezünk a válsághoz, tehát elszáll néhány tagállam, és itt mindjárt mutatnám is, hogy miről lesz itt szó. A fő kérdés, hogy a monetáris politikát hogy lehet alkalmazni. És ez, amit itt látunk, ez egy jegyzőkönyv, amely a központi bankok európai rendszere, ez a KBR, a központi bankok európai rendszere, amely tulajdonképpen a eurozóna tagállamainak, a központi bankjainak a gyűjtője. Ebben egyébként és amelyben mivel ezeknek a tagállamoknak nincsen tehát a saját jegybankjuknak úgymond nem tud monetáris politikát folytatni, mert ezt az Európai Központi Bankra ruházták be ezt a hatáskört, ezért ez az a rendszer, amely ezért működik. És ugye ez pontosan az, hogy ha kiveszik a tagállamok kezébe a monetáris politikát, akkor ha egy tagállam bajba kerül, akkor ő nem tudja ezt a pénzt nem tud kibocsátani egy bajban lévő tagállam, mert az arra nincs egy hatásköre. Ha baj van, tehát hogyha elszáll a költségvetés, ugye akkor általában azt szokták csinálni, amit most csinálnak a válság idején, ez az úgynevezett politikai easing, hogy pénzt nyomnak. És mert ugye nincsen pénz, a válságban ez a probléma, nincs hitel, és hát akkor majd lesz. Na most ez itt nem megy, ezért valamit ki kell találni. Tehát ez nem kérdés, hogy valamit itt ki kell találni, és az Európai Központ ebben dolgozik is, és kitalálják ezt a mindenfajta ilyen államkötvény, részvény vásárlási projekteket, amelyek 2011-ben az úgynevezett hatos csomag, ami 5 rendelet és 1 irányelv lenne, amelyben azonban rájönnek 11-ben, hogy ez nem elég, és
Ezért, mivel az Európai Uniós szabályok nem engednek többet szorosabbat, ezért megint kilépnek az Európai Unióból, és egy nemzetközi szerződést kötnek, ezt hívják a fiskális paktumnak, ez a fiscal pact, amely ellen, ugye ez megint eurozóna tagállamokhoz vagyunk, főként felett idéti, csak nem hatályos másokra, tehát hogy amelyet van a tagállamok, például az Egyesült Királyságra nyelvelése. De hát rá ugye ez nem annyira fontos, mert ő nem eurozónai tagállam, tehát a monetáris politikája neki önmagában saját hatása. Miért probléma ez? Azért, mert tulajdonképpen, ha emlékszünk, ugye 2010 és 2013, ez rendszeresen minden negyedében felmerült, hogy a görögök nem tudják kifizetni a lejáró hitelnek a törlesztési részét. Ezért negyed évente tulajdonképpen, nem tudom mennyire emlékez bárki is, én nagyon vividen él előttem, hogy szinte csak ezekről lehetett hallani. Most a Covidról, akkor állandóan arról volt szó, hogy hogyan kell kimenteni, majd később a kolapsz államot, mindennek. És miért volt ez a kérdés? Mert ezek a faktorok azzal, hogy kvázi mentővet dobnak a költségvetési hiánnyal szenvedő tagállamok részére a központi bankon keresztül a többi tagállam, ez még hogyha be is vonják az IMF-et, vagy IMF-et a kérdésbe, mert sokszor be is vonták, ezekkel a tagállamoktól általában egy olyan politikát kértek cserébe, amely biztosítja azt, hogy ez nem lesz még egyszer. És ahhoz nem csak az elég, hogy nem lesz még egyszer, hanem az is szükséges, hogy mindazt, amit most hitelben kapnak, vagy mindazt, amit most, amikor az ők államkötvényeiket kvázi a központi bank fölvásárolja, azzal azt a célt szolgálja, hogy ezek a tagállamok drágán kapnak hitelt. Ha ott tudják a piacon, hogy az Európai Központi Bank és a többi tagállam képes mögötte áll ezeknek a hiteleknek, akkor a piac megnyugszik, és lejjebb fognak menni ezeknek az adósságpapíroknak az árai. Ezzel kvázi ki tudják menteni ezeket a tagállamokat, de cserébe azt kérik, hogy ők viszont